ökölvívó edzésen jártunk. A fiatalok minden energiájukat ennek szentelik, így nem csoda, hogy már most elképesztő eredményeik vannak. Bernát István neve sokaknak ismerős lehet, akik figyelemmel követték a sportéletet. Távolléte miatt az edzője beszélt nekünk arról, hogy a közelmúltban visszatért Szoboszlóra, és nem akármilyen versenyre készül. Az ökölvívás bátorságot, tartást, erős fizikumot ad, mint a küzdő sportok bármelyik ága. A gyerekek elhivatottak és keményen edzenek minden nap. Az utóbbi időben több jelentős változás történt a város életében, a sportban. Ezek alól az ökölvívók sem kivételek. Hajdúszoboszlói Sportegyesület ernyő szervezetté alakult át. Ez azt jelenti, hogy vonalban több szakosztálya lesz, mert eddig ugye csak labdarúgással foglalkoztak. Most több 7-8 szakosztály alakul, futás, kosárlabda, atlétika. Ahogyan az ökölvívás is, amelynek Círják András lett a szakosztályvezetője. Ez a lépés számos előnyt tartogat mind az edzők, mind pedig a gyerekek és felnőttek számára. Itt Hajdúszoboszlón, főleg ezen a területen, ez a terem is, meg az egész környezet, itt épül rekordtámfutópálya, 800 méter hosszú kondipark, tehát ez egy csodálatos adottságú terület. Itt hatalmas tervek vannak részemről. Ide rengeteg egyesületet szeretnék meghívni, közös kesztyűzésre, versenyekre, akár még válogatottak is jöhetnek ide edzőtáborozni, ugye gyógyfürdő, szállodák, itt csodálatos dolgokat lehet alkotni. Ők hogyan tudnak profitálni ebből? Mindenkinek hasznos a közös munka, mivel a közös edzéseken tudnak ismeretlen kesztyűpartnerrel dolgozni, fejlődni, egymástól ellesni dolgokat. Tehát talán a legfontosabb a közös munka más klubokkal, a versenyek és a közös edzések. Rengeteg fejlődés jelentenek. És nyilván egy ilyen szép helyre, mint Hajdúszoboszló, szívesen eljön bármelyik klub, jól érzi magát. A gyerekeknek már most elképesztő eredményeik vannak. Van köztük kétszeres magyar bajnoki ezüstérmes, ifjúsági standard válogatott diákolimpia győztes. Jövő héttől szeretnénk elindítani kis gyerekeknek is csoportot. Ahogy mondtam, ezt a 6-10-11 éves korosztályt, aki még nem versenyző, melyik ilyen játékosan megtanítani az ökölvívás alapjait, és utána majd eldől, hogy belőlük hobbista lesz, vagy versenyző. Azoknak, akik régóta figyelemmel kísérik az ökölvívó életet a városban, nem ismeretlen Bernát István neve. Pályája töretlenül ível felfelé, nemrégiben visszatért Hajdúszoboszlóra, és itt készül fel többek között a 2020-as tokiói olimpiára. Edzője beszélt nekünk a sportolóról. Fizikálisan nagyon erős. Most ért be boxtudásba is arra, hogy az olimpiára, már az előző olimpiára is kijuthatott volna, csak ott volt egy kis sportpolitikai nézeteltérés, és ezért sajnos nem sikerült kijutni a Rióba, hát most Tokióba bízunk, hogy oda ki fog jutni. Megsértődött akkor a szövetségre, meg van egy görög barátnője, és kiköltözött Görögországba, ahol úgy volt, hogy kint is fog maradni, megkapja az állampolgárságot, le is telt neki a 2 év, amíg nem lehet boxolni a más ország színeiben, de jött ez a lehetőség, a HSE és a közreműködésével, hogy kaptunk egy ilyen szép edzőtermi lehetőséget, meg anyagi támogatást, és ezért haza tudtam csalni, mert mi dolgoztunk már együtt a Bernát Pistivel, a 2015-ös bocskaira együtt készültünk fel, és sokak szerint akkor volt az egyik legjobb formában, de valószínűleg Pisti szerint is, mert olyan kritériummal tért haza, hogy csak velem hajlandó edzeni. Fontos tehát az edző és versenyző közötti bizalom, mindemellett pedig a felkészülési körülmények is adottak. Gergely Imre 6-szoros magyar bajnok, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki 3-szoros bronzérmes. Minden tapasztalatát igyekszik átadni a sportot kedvelőknek az edzéseken. A felnőtteknek ugye több a menetidő, több a munka. Én azt mondanám, hogy 81 kilótól felfele teljesen más edzésmunka kell a felnőtteknél, férfiaknál, mint a 81 kiló alatt. Tehát több súlyzós munka, az erőlétre többet kell fordítani, több energiát, és mivel csak 3 menetről van szó, az a,
azt úgy lehet megoldani, az én belátásom szerint, hogyha ezt nagyon gyorsan, nagyon erősen, és tehát egy levegővel le kell tudni boxolni a három menetet. De ehhez nagyon sok munka kell. Természetesen a gyerekeknél sincs az másképp, de nem csak az edzéseken és az edzőteremben kell keményen dolgozni. Én azt vallom, hogy a táplálkozásra nagyon oda kell figyelni. Ugye ezek súlycsoportos versenyek, súlyokat kell hozni, és nem mindegy, hogy vízvesztességgel, utolsó két napban, tehát én a gyerekeket nem is engedném, hogy fogyasszanak, tehát egyáltalán, fejlődőkornak nagyon nem tesz jót, és az, hogy ilyen rengeteg vízvesztességgel, aztán utána másnap megint megizzadva, tehát ha az étrend be van állítva, és úgy kerülnek oda a versenyre, akkor inkább alatta legyenek a súlynak, és úgy töltődjenek be másnap mondjuk a versenyre, vagy a délutáni versenyre, mint hogy ilyen killódva, ami nem jó az egészségüknek, meg nem jó az egész felkészülés tönkre teszi az. Több verseny van már tervben a következő hónapokra. Bernát Istvánnak már nem is kell sokat várni az elsőre. Október 11-én Eindhovenben lesz egy nemzetközi verseny, hasonló, mint a bocskai, tehát minden országnak, tehát ott válogatottat fogunk képviselni, és november 7-től pedig az uniós országok Európa bajnoksága, és ott is, mint válogatott, úgy fogjuk képviselni Hajdúszoboszlót, és december közepén a magyar bajnokság, és nekünk ez a három versenyünk lesz most ebben az évben.